Talmud Baba traktátus 146-os lapját fogjuk tanulni, és a Misnával kezdünk a lap tetején. És hogy leakszív lejön ezt lebész hamív, salaksam mea manne, vachásam szudasz haszan, filbe dinnal, én a nígbim. Hogyha a vőlegény az eljegyzés után ajándékokat küld a menyasszonyának az apósa házába, akkor abban az esetben, hogyha ott vendégül látták, és evett egy lakomát, akkor is, hogyha annak az értéke csak egy, minimum egy dinár érték volt, az azt mutatja, hogy a gondolatában valószínűleg belenyugodott, hogy ezek az ajándékok mindenképp véglegesen itt fognak maradni. És ezért, hogyha valamilyen oknál fogva a házasság nem jött létre, akkor a vőlegénynek nincs joga visszakövetelni ezeket az ajándékokat. Laja hásom szedez haszan, reirun igbim. Ha viszont nem evett, nem látták vendégül az após házában, akkor ha nem jött létre az esküvő, a házasság, akkor visszakövetelheti a küldött ajándékokat. Salach szavlönyös me rubin, siachzeru ima lebeiz bájla, háre eilun igbim. Hogyha nagyon sok ajándékot küldött, olyan sokat, amelyekről feltételezzük, hogy azzal a tudattal küldte, hogy azok majd így is visszakerülnek hozzá, amikor megházasodnak, és ezért küldött ilyen sokat, akkor ezek az ajándékok akkor is visszakövetelhetőek abban az esetben, hogyha a házasság nem jött létre, hogyha a vőlegényt vendégül látták az apósék. Ugyanakkor viszont a másik oldalról, Szivlainus Muhatim, Sitita, Stámesben, Bész Avi, a Bia, a másik oldalról viszont, hogyha kevés ajándékot küldött, és olyan keveset, amire egyértelmű, hogy azt csak azért küldte, hogy azokat feléje elhasználja a mennyasszony mindaddig, ameddig még az apja házában van, akkor abban az esetben sem követelheti vissza ezeket az ajándékokat, hogyha időközben mégsem jött létre a házasság, hogyha nem látták vendégül. Idáig tartott a misna. Most nézzük, mit mond a Talmud. Amel Rav, Dávka dinere vat pachasz, mi dinere loj. Mit mondott a misnánk, hogyha a vendégül látták a vőlegényt, akkor nem követelheti vissza az ajándékokat. Misna kifejezetten arról beszél, amikor legalább egy dinárnyi értéke volt annak a vendégségnek, amivel vendégül látták. De hogyha ennél kevesebb az értéke, akkor az olyan, mintha nem is látták volna vendégül. Azt mondta, hogy psita a dinartnál? Azt mondta, na jó, de hát ezt miért kell külön mondani? Ezt a misna maga is egyértelműen mondtak. Miért kell, hogy ezt Rava kihangsúlyozza? Máhu de téma, hú a dinna, filapakhoz, mert dinna bájra tanik, dinna urkha, de viszont tanik másmalan. Szóval azért, mert azt gondolhattuk volna, hogy tulajdonképpen egy dinánál kevesebb értékű vendégségnél is az már vendégségnek számít, és azt mondja, misna úgy fogalmazott, hogy akkor is, hogyha csak egy dinár értéket adott, az csak azért van, mert a misna egy ilyen szokványos szóhasználatot alkalmaz. De nem azért, mert kifejezetten van egy minimum érték, a dinár, ami a meghatározó. Most ugye magában a misnában van egy megfogalmazás arra, hogy a vőlegény vendégsége, vendégül látása az milyen. A kérdés az, hogy ezek specifikus, szándékos megfogalmazások, így módon, vagy igazából ettől eltérő módon is, ha vendégül látták, akkor az vendégségnek számít. Például Akhatnán, Sosszamáj. Például azt mondja a misna, hogyha evett a vőlegény. Nem, hogyha nem evett, hanem ivott. Hútnán, Sluhajmáj. Ugye azt mondja, hogy ő evett. Mi van akkor, hogyha nem ő evett, őt látták vendégül, hanem a küldöncét, akivel az ajándékokat küldte. Samtnáj, Sigerlajmáj. Ugye úgy fogalmaz a misna, hogy ha ott vendégül látták a após házában, mi van akkor, hogyha nem vendégül látták, hanem csak küldtek neki a örömlakomából.
Tasmá, de Amar Rav Jehuda Amar Shmuel. Most ezekre a kérdésekre próbálunk választálni, először is az elsőre, mi van akkor, hogyha ivott és nem evett. Amar Jehuda Amar Shmuel, Máj Szabad, Máj Hot Shiger, Bész, Hamni, Mé, Akrai, Nésel, Kádé, Jáj, Nésel, Kádé, Sem, Nésel, Klei, Zav, Kesel, 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 Zav, Sel, Klei, Mi lesz? Rav Jehuda mondta Shmuel nevében azt a brájtát, ami arról szólt, hogy valaki egyszer az apósának házába küldött borzasztó sok ajándékot, 100 szekérnyi ajándékot teli hordó borral, kancsó olajjal, ezüst, arany, ékszerekkel, mindenféle drága, gyapjú ruhával. Rachabeszim hassza, és ő boldogan ment, a lovagolt az örömében, halaha amadál peszekbész hamib, és megállt a ló hátán az após háza előtt, vagy ciuka is, a hamib és hassza. Kiosztak neki egy forró italt, és azt megette, bumész, majd ezek után meghalt, mielőtt elvette volna a lányt. Zuha laha, és felmerült, hogy mi a halaha ilyenkor visszakérheti a családja ezeket a drága ajándékot. Hello, Rabbi Acha, bár Rabbi Acha, szárha bírra lépnék a hamibe usa. És ezt a kérdést föltette Rabbi Acha a bölcseknek usában. Vamruszib lajnesz ha szunili balajsz, én nigbim. Vese én ezt jönli barész nékben, és erre azt válaszolták a bölcsek, hogy attól függ, azok az ajándékok, amelyek fogyó termékek, tehát amelyeket megesznek, megisznak, azokat nem lehet visszakövetelni. De azokat a dolgokat, amelyek nem fogyó termékek, azokat vissza lehet követelni. És Májmina a filusasza. Mit látok ebből a történetből mindenképpen? Hogy a történet ugye úgy szól, hogy megállt a após ház előtt, és ivott egy pohár forró italt. Tehát ebből azt látjuk, hogy az ivás is elegendő, nem kell feltétlenül enni. Azt mondtam, hogy Májtamina a filupachasz medina? Azt mondtam, hogy jó, de hát akkor tulajdonképpen ebből a történetből nem csak erre a kérdésre kapjuk meg a választ, hanem például arra is, hogyha egy kevesebb, mint dinárnyi értékű vendégséggel látták vendégül, hiszen egy pohár forró ital, az egy kevesebb, mint egy dinár. Amara vási, mellé marandelésak, kédei margelisze, de sábja, alfézuzé, váskei. Azt mondta, erre vási? Nem, hát ezt nem lehet tudni. Ki mondta, hogy nem reszeltek bele abba a forró italba egy drága követ, aminek az értéke sok ezer zuz. Tehát nem tudhatjuk, hogy az a forró ital valóban kevesebb volt, mint egy dinár. És Májtamina, filusigrulói. Azt mondtam, hogy jó, akkor viszont azt mindenképp látjuk ebben a történetben, hogy akkor is vendégüllátásnak tekintjük. Azt is vendégüllátásnak tekintjük, ami ugye egy kérdésként merült föl korábban, hogyha küldték neki az ételt, és nem pedig vendégüllátták, hiszen itt kiküldték neki, amíg a lóháton ült. Vilma, kolpeszek, beisz, hami, vöke, beisz, hami, dámi, azt mondja, nem. Mert a apósának a háza előtt, a kapujában állt meg, és ez lehet, hogy az após a házának számít, tehát ez már nem olyan, mint hogyha küldték volna neki, hanem mint aki ott vendégeskedett. Baj, lejó, máusé, és sále, és a következő kérdés merült föl a jesivában. Amikor Rava azt mondta, hogy ha valaki kevesebb, mint egy dinár értékét eszik, tehát egy kevesebb, mint egy dinár értékű vendégséggel látják vendégül, akkor nem bocsájtja meg, vagy nem engedi el az ajándékokat, és azért, hogyha nem jön létre a házasság, akkor visszakövetelhet. Vissza lehet követelni az ajándékokat. Ezt úgy érti, hogy semmit nem enged el az ajándékokból, vagy csak annyit enged el, amennyit vel vendégül látták. Következő kérdés. Sebachnissim leines mau. Mi van az ajándék, a visszakövetelhető ajándékoknak az érték növekedésével? Az kit illet? Kivendé íszné, uledi dei hadré, brösusze és savach? Mindig oldalra azt lehet mondani, hogy ha itt van az ajándék, ha még megvan, és azt adja vissza a mennyasszony, vagy a mennyasszony családja, akkor nyilván a vele együtt ott lévő érték növekedést is visszaadja. Tehát az akkor ezek szerint a fiút illeti. Oly dilma, kivendi javdi, ami gávniba és lumelei, brösusseidi, dasavuach. Vagy, úgy is lehet mondani, tekintve, hogy ha már nincs meg az ajándék, akkor a lány vagy a lány családja
a visszaadás esetén ki kell, hogy fizesse az ajándék értékét, az azt jelenti, hogy ezek szerint az ajándék a lányé lett, csak az volt a megállapodás, hogy majd vissza kell adnia, vagy visszafizetnie. Tehát az azt jelenti, hogy az értéknövekedés az ő birtokában történt, és ezért az értéknövekedést nem kell, hogy odaadja a fiúnak. Ez a kérdések, mi erre a válasz? Téku, nem tudjuk, mi a válasz, majd eljön a messiás. Ezekre a kérdésekre is megkapjuk a választ. Baj, ravda, szívlai, ne szászolni, baj, li balla, észvelai, ballu, máhu. Mi van azokkal az ajándékokkal, kérdezte Ravda, amelyek fogyasztási cikkek, és mint fogyasztási cikkek azt mondtuk, hogy nem járnak vissza, de mégsem fogyasztották el őket. Tehát akkor esetleg abban az esetben, hogyha a fogyasztási cikkek nem fogytak el, akkor mégis vissza kell, hogy adják őket. Tasma, zul halacha elelebb jáhar, szárabira lépte hangbos, amrizzal és szeszki bajsz, nénu is, én iszonyú bajsz, máj láb, áfagád elői láb, való. Tehát nézzük meg annak a brájtának a szövegét, amit az előbb idéztünk, ugye, amikor Rabbi Jáha ezt a kérdést föltette a bölcseknek USA-ban, és mit mondtak neki, hogy azok az ajándékok, amelyek fogyasztási cikkek, amik arra vannak ítélve, hogy elfogyasszák őket, azokat nem kell visszaadni. De nem azt mondja, hogy azok, amiket már elfogyasztottak, hanem amik fogyasztásra vannak ítélve. Tehát magyarul akkor is, ha nem fogyasztották el őket. Szóval mondja, hogy de balú. Nem, ez nem egy egyértelmű dolog. Lehet, hogy ezt így fogalmazták, de valójában arra gondoltak, hogyha elfogyasztották őket. Tasmá, szív lejnesz matinset is támasba, hembe híbe bésze via én nigbén. Ugye akkor azt mondja, Talmud, akkor esetleg a misnánkból ezt ki tudjuk következtetni ezt erre a kérdésre a választ. Mit mondott a misna? Hogyha olyan kevés ajándékot adott neki a fiú, amiről egyértelműen látszik, hogy ezeket az ajándékokat úgy gondolta, hogy arra adja, hogy az apja házában elfogyassza addig, amíg még nem házasodnak össze, akkor azokat az ajándékokat nem kérheti vissza. Akkor sem, hogyha nem látták vendégül. Na ugye, akkor ugyanúgy, ahogy itt abból indulunk ki, hogy annak ellenére nem kell, hogy visszaadja őket, hogy nem fogyasztotta el őket időközben, akkor ugyanígy a fogyasztási cikkekre általában ez igaz, hogy ha nem fogyasztja el, akkor sem kell visszaadnia. Tárgyamra Ravda, hogy Jéva vesz a vachta, Rave elveti ezt a választ, mert azt mondja, hogy ezek az após házában még a házasság idejeig szánt apró ajándékok, ezek olyan apróságok, mint valami kis sál, vagy valami hajpánt, ami annyira kisértékű, hogy ezért nem érdekli a vőlegényt, hogy most elfogyasztotta, elhasználta őket, vagy sem. De egy nagyobb értékű dolognak, ami lehet, hogy elfogyasztásra van számva, ha nem fogyasztotta el, akkor igenis van felelőssége. Amari budem rá, mászabadom, hogy se sígérbe ész, hamid viáin haddas, vagy semmi haddasok lép, Isten haddas, bár szeresz. Történet, aminek elsőre elnézése nem értjük a halakikus jelentőségét, amit Rabbi Huda mondott Ráv nevében. Történt egyszer egy férfivel, aki küldött az apósának ilyen ajándékot a mennyasszonyának, új bort, új olajat és len ruhát, új len ruhát, savót ünnepe környékén, tehát még a nyár elején. Májke más vonal, mit akar ezzel mondani rá? Mi ennek a jelentősége? Iba is széma, ha sívósz, de ez is szölke más vonal. Az egyik lehetséges válasz, hogy azt akarta ezzel elmesélni rá, hogy milyen jó minőségű a föld Izraelben, hogy bár volt új bor, meg új olaj, meg új len a nyár elején. Iba is széma, de itt taintán, tétájna. A másik lehetséges válasz, aminek már nagyobb halakikus jelentősége van, hogyha a vőlegény visszakövetel ajándékokat, és azt állítja, hogy ezek az ajándékok új bor, új olaj, új lenruha voltak, amiket ő a nyár elején adott, akkor ezt elhisszük neki, és nem mondjuk azt, hogy hát ez nem lehetséges,
A nyár elején ez még nem szokott, nem szoktak ezek a dolgok meglenni. Amarim Júdam rá, májszabad a mechod, se amrulaj istaj, tajt ránéz, hív, nikmaszekhele lehurv. Érdekes történetet mesél Ráv, mi történt egyszer, hogy valaki eljegyzett egy nőt, és elbizonytalanul benne, hogy elvegye el feleségül, mert azt a pletykát hallotta, hogy van egy olyan testi hibája a nőnek, hogy nincsen szaglása. Ezért egyszer bevitte, vagy utána ment egy ingatlanába, és hogy megnézze, hogy tényleg ez igaz-e. Amella Reyach Cnoin Anime Reyach Begalil. És vitt magával egy retket, és azt mondta, retek szagát érzem itt Galileában. Amre Lej, Mánya Hívla, mikor is szavaz, de Jirichai Váhlanu Bej. Mire a nő azt mondta, rögtön megértette, hogy itt miről van szó, és azt mondta, bár csak lehetne most nálam Jerikó finom datojáiból, hogy ezzel a retekkel együtt egyem. Magyarul kiderült, hogy igenis van szaglása. Na felele a hurvömmön mészam. Most ahogy ez kiderült, fejre esett ott ebben az ingatlanban, ez egy ilyen rom ingatlan volt, és a fejbe esett egy kő, és meghalt. Amiről ha hamim hajlva nihaszekere, a elelevejtka mésza inna jöjse. És akkor az volt a kérdés, hogy tulajdonképpen létrejött-e a házasság még a nő halál előtt, vagy sem. Azt kell érteni, hogy normál esetben a eljegyzés után a hupa alá viszi be a férfi a nőt, és ezzel jön létre a házasság. Itt ugye nem a hupa alá vitte, hanem a saját ingatlanába, ami akár működhetne is, mint házasság. De, és hogyha létrejött a házasság, akkor a házas, vagy a házas férfi a feleségét örökli, hogyha a felesége meghalt. A kérdés az volt, hogy akkor itt most létrejött a házasság, vagy sem, mert a jegyesét viszont nem örökli a férfi. Itt mondtak a bölcsek, tekintve, hogy nem azért a szándékkal vitte be, hogy ezzel a bevitellel a feleségévé váljon, ezért az esküvő nem jött létre, hiszen nem ezzel a szándékkal vitte be, hanem csak azzal a szándékkal, hogy megnézze, hogy tényleg van-e szaglása, vagy sem. És ezért a házasság nem jött létre. Pedig ha a házasság nem jött létre, akkor nem is örökli a férfi a nőt. Szív Lainus Moltam is Tistámas Bajembe Vésza Via. Most a Micsnát idézzük. A Micsna végén ugye azt mondta, hogy ha nagyon kevés ajándékot küldött, olyan keveset, amiről feltételezhetjük, hogy csak annak szánta, hogy amíg nem házasodnak össze, addig használja el a nő, akkor semmiképp nem kérheti vissza. Jasszív ráv száva keméd ráv papír, jasszív kam már bén sem észre, hú bén sem észre, hí, hadar. Hú, szívla innesz, hadri. Most úgy általában összefoglalták a bölcsek ezekkel az ajándékokkal kapcsolatos halakhákat. Azt mondta Ravin Szávon, a következő halaká. Független attól, hogy a nő halt meg, vagy a férfi halt meg, vagy a férfi vonta vissza a házasságot. A Szivlainus Hadri, ajándékok visszakövetelhetőek, visszaadandóak a vőlegénynek, vagy a vőlegény örököseinek. Májholom Mister Löj Hadar, de az a fogyasztási cikkek, étel, ital, amit ajándékként küldött, az nem visszakövetelhető. Hadraba hí, hadra filo kise de járka, de viszont, hogyha a nő az, aki visszalépett házasságtól, akkor minden visszakövetelhető, még az étel is, akár egy zöldségdarab is. Amara funna, avrédre is jó, vagy samilla hemd, mely basszerbe zöld. Azt mondta erre funna, avrédre is jó, hogy ebben az esetben az ételt kell visszaadni, akkor a piaci értéknek egy alacsonyabb értékét, a piaci értéktől alacsonyabb értéken mérik föl, ha már elfogyasztották azt. Akkor a piaci értéktől alacsonyabb értéken mérik fel az értékét, és azt fizeti ki a család. Miért? Ugye azért, mert hát, hogy mondhatják azt, hogy mi nem vettünk volna ilyen ételeket, hogyha tudjuk, hogy az egész ez
ez nem lesz. Na de mennyivel olcsóbban lehet felmérni? Atkama, zöld, attilta, akár harmad értéken, tehát a piaci ár, a piaci érték harmadán lehet felmérni az értékét a ajándékételitalnak. Oké, ennyit ezekről az ajándékokról, és most a következő misnában rátérünk megint a shizmerá, a haldokló végrendelkezésének speciális szabályaira. Shizmeresek az evkalne haszem lehéném, és sírkolsum, hát nasz, hogy kejemesz. Ugye az egyik speciális dolog a shizmerá, a haldokló végrendeltével az az, hogyha időközben felgyógyul a végrendelkezés után, akkor az ajándék, amit a végrendeltben meghatározza, semmissé válik. Miért? Mert abból indulunk ki, hogy ő ezt csak arra értette, hogyha valóban meghalna. És abban az esetben, hogyha szétosztotta a vagyonát a végrendeltében, de valamennyi vagyont magának hagyott, akkor is érvényes az ajándékozás, hogyha időközben felgyógyul. Miért? Mert abból indulunk ki, tekintve, hogy hagyott valamit hátra, amit nem osztott el, hogy ezt nem úgy értette, ezt az egész ajándékozást, mint egy végrendelkező, aki a halála után, gondolom, mert akkor azt a keveset is, amit meghagyott magának, azt is szétosztotta volna. Le is ér kárkökol, súhém, mert noszékeljem ezt, de viszont nem hagyott magának semmit, akkor azt mondjuk, hogy valóban ez egy olyan ajándék, amit csak arra az esetre értett, ha meghalna, és ezért, hogyha felgyógyul, akkor vissza lehet csinálni az egészet. És ebben az egész misnából azt látjuk, hogy a misna szerzője elfogadja azt a tézist, hogy az ember gondolatiságát, az embernek a szándékát figyelembe lehet venni, mint egy jogi tényező. Hiszen itt nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a szándék, de önmagában a szándéknak, a feltételezett szándék is egy jogképes tényező. Hiszen itt is nem tudjuk biztosan, hogy hogyan értette az ajándékozást, de feltételezzük, hogy ez vagy az volt a szándéka, és ez már elegendő. Mántána dazina, baszarunda. Szóval amúgy ki ez a mester, az a bölcs, aki tényleg így áll hozzá a dologhoz, és azt mondja, hogy a feltételezett szándék az is egy elfogadható tényező. Amarab Nachman, Rabbi Simon ben Menasiahu. Rabbi Nachman szerint ez Rabbi Simon ben Menasia. Akinek ezt a véleményet, hogy a feltételezett szándékot elfogadjuk, azt egy másik ajándékozással kapcsolatos dolognál látjuk. Hát és a hallach bnei lindel szeri, ja, mert samma sem mézbe női, amed be kasszom kalne, haszul láhe, vachárkak bob női, matana. Ugye arról van szó, hogy Brájtában, hogyha valakinek a fia távoli tengeren túlra utazott, és azt hallja az apja, hogy meghalt, és ennek tudatában elajándékozza a teljes vagyonát, majd kiderül, hogy a fia mégse halt meg, akkor is az ajándék. Viszont Rabbi Simon ben Menasia, mert ő azt mondja, én matnaszim a tanul, hogy az ajándék nem ajándék, és így a maja, de első, mert kájom lejök, mert azt feltételezzük, hogyha tudta volna, hogy a fia él, akkor nem ajándékozta volna el a vagyonát. Mit látok ebben, Rabbi Simon ben Menasia? Az az állásponton van, hogy a feltételezett szándékot is érvényes tényezőnek lehet elfogadni. Rabsésze szerint ez nem Rabbi Simon ben Menasia, hanem Rabbi Simon Shezuri, akinél egy másik ügyben látjuk ezt a ügyet, hogy a feltételezett szándékot elfogadjuk. Sajna jó én, hogy egy szöbe könyve van, mert kiszfügetli is jár élő, ichtó, gévít, no. Kezdetben, mondja a Brájta, a bölcsek azon az ásponton voltak, hogyha valakit visznek kivégzésre, és útközben azt kiáltja, írjatok egy getet a feleségemnek, akkor feltételezzük, hogy úgy érted, hogy írjatok és adjatok getet a feleségemnek. Tehát itt is a feltételezett szándék az elfogadott. Hazrulai maráfen faris vagy egyszöbösi arra. Később ezt a feltételezést, ezt érvényesnek fogadtuk el akkor is, hogyha ezt nem a kivégző osztak felé menet mondja, hanem amikor mondjuk egy veszélyes távoli útra indul. Rabsimon Shezuri szerint pedig abban az esetben is, hogyha egy halálos betegről van szó, és azt mondja, írjatok getet a feleségemnek, akkor azt elfogadjuk, hogy feltételezhetően
úgy érted, hogy adjátok is oda azt a betet, ne csak írjatok. Hát akkor ebből mit látunk, például Simon és az Uri a halálos ágyán fekvő szándékát, feltételezett szándékát is érvényesnek fogadja el. Rab Nachman majd tájmelői bukjumra kérdő Simon és az Uri. Most mi az oka annak, hogy Rab Nachman nem ezt mondja, tehát nem azt mondja, hogy Simon és az Uri az, aki a misna véleménye követ, hanem ebből Simon Blumenászja. Azt mondja, Rav Nachman azért csájni a haszom, de amár kiszfú. Szóval azért, mert a getnél, Simon és az Uri esetében ott legalább azt mondta, hogy írjatok. Tehát ez egy erősebb dolog, mint hogyha csak semmit nem tudunk a szándékáról, és csak úgy feltételezzük. Tehát attól még, hogy az írjatoknál feltételezzük azt, hogy azt értette, hogy adjatok, az egy sokkal egyszerűbb, kevésbé szélsőséges vélemény a feltételezett szándékkal kapcsolatban. A Serif Shismai Tamilim, Ukim Lekrim Shimim Nászja. Oké, és mit mond a Shishis? Ő miért nem fogadja el azt, amit Rav Nachman mond, hogy Rav Shimim Nászja véleménye ez a feltételezett szándék elfogadása. Miért nem? Azt mondja, azért, mert Undanad Mokhsájni, mert ott, ahol a fiú halálát megtudja, és utána elajándékozza a vagyonát, hogy sokkal egyértelmű, hogy feltétlenül ez volt a szándéka, mert ha nem hallotta volna azt, hogy a fia meghalt, akkor eszébe se jutott volna, egyértelműen eszébe se jutott volna elajándékozni a vagyont.